Szevasztok! Itt a hetedik rész. Sokféle téma van mára. Úgy gondoltam, hogy érdemes lenne ma átbeszélni, vagy hát én majd szeretnék róla beszélni, aztán a többi az, hogy kihallgatja meg, az már megint egy másik kérdés. Különösebben nem foglalkozom egyébként a hallgatottsággal és a kapcsolódó dolgokkal. Tök érdekes egyébként, hogy valamiért lett 6 feliratkozó a csatornának, ez egy teljesen érthetetlen szám számomra, tehát így 6. Ebből azt hiszem egy indiai, igen, nem is tudom, baromi fontos lehet egy indiainak feliratkozni mondjuk az én csatornámra, ahol egyébként egy árva szó nem hozzik el semmilyen olyan nyelven, amit esetleg ismerhet. Tök mindegy, valószínűleg ez csak valamilyen klikkelő, és minden szarra ráklikkelek, mert hát ha. Na mindegy, beszéljünk arról, hogy ugye a múlt, ezen a héten, nem is tudom. De nagyjából egy pár napja, ugye megosztottam egy zenét veletek, amit én komponáltam. Vannak vele hibák, nagyon sok hiba van vele, gyakorlatilag amikor azt én csináltam, a hangszer az ilyen, tehát amivel csináltam, az egy ilyen pár napja volt nálam. Egy karácsony és új év között valamikor vettem, tehát tényleg egy néhány napos dolog volt, és én csak így tesztelgettem a dolgot, megpróbálgattam a szoftvert hozzá, a Cubase-t. Mit lehet összehozni, mit tudok egyedül összehozni, hát mik ez lett belőle. Tök jó, hogy azt hiszem egy vagy kettő hiány százan meg is hallgattátok. Ez azért jó ez a szám, nagyon szeretem, így most csak 237 ismerősömet kell letörölni, hiszen megmondtam, mindenkit letörlök, aki nem fogja meghallgatni. Tehát most 237 ismerős kéne letörölnöm, akiket nem tudom, hogy kik voltak, hiszen... De én nem esett le, hogy nem látom, hogy kik nézik meg a YouTube-os videóimat. Na, de nincs aggódás, senkit nem fogok ezért letörölni, de akkor ez egy jó ötletnek tűnt, és igen, meg is lett a hatása, mert mondom, majdnem 100 embernek sikerült a dobhártyáját megrezegtetni azzal az első kezdetleges próbálkozásommal. Azóta azért már vannak kisebb-nagyobb előkészített darabjaim, és lesz is még, nagyon hamar lesz még 3 új dal, de valószínűtlen, hogy fogok csak ilyen zenés posztokat csinálni, tehát ahol csak zenélgetés van. Az a terv, hogy a márciusi valenciai utamon forgatott nem tudom hány órányi anyagból össze fogok vágni egy kb. 15-20 perces klippet, és abban 3 dal lesz, tehát 3 szám lesz. Az elsőnek annak az alapja az már megvan. A másik kettőt kell még megcsinálni, az első az egy ilyen városba sétálgatós, a második az egy ilyen nightlife, egy ilyen, hát nem annyira nightlife, tehát nem ilyen klubos akármi, hanem hogy néz ki éjszaka a város, meg hogy ilyesmi, és a harmadik az pedig az egy ilyen kicsit ilyen szifisebb cucc lesz, sci-fi, az pedig az a tudomány és mi? Tudomány és művészet városrészben készült filmekből lesz, és az egy teljesen más típusú zene lesz, tehát egy gyakorlatilag 3 zenét fogok elkészíteni. Nagyon remélem, hogy hát most rohadtul nem merem megírni, ezt a hétvégén megcsinálom, de azért van rá esély, mert a first cut az már megvolt. Múlt héten, vagy pontosabban amikor az utolsó, vagy nem is az utolsó, de hát amikor felraktam a zenét, akkor gyorsan megvettem a Filmora 9-et, mert már rohadtul idegesítető, ott van rajta az a hatalmas vízjel, ami gyakorlatilag a fél videót kitakarja. Most már tudok vízjel nélkül csinálni videókat. Meg hát volt egy ilyen tervem, hogy a zene mellé egy pár ilyen kis feliratot be fogok illeszteni, és akkor baromi ilyen nézett volna ki, hogyha vízjel eltakarja a feliratokat, amiket beillesztek, hogy aztán irgalmatlan összegekét, aztán valami 39 fontért megvásároltam, aztán egy éves license-t. Nem ebbe fogok elhalni, de egyébként egy igen jó használható kis darab. Ha
De egyébként nyugodtan mondjátok meg, hogy, hogy akartok-e még ilyen zenélgetős részt, sőt, vagy esetleg azt is, bár mondjuk ezt nem ajánlom, hogy, hogy mondjuk, hogy látszak ezeken a dolgokon, tehát inkább ilyen vlogosabb legyen ez, mint ilyen podcastos. Én személy szerint jobban örülök a podcastnak, mert így nem látszom, és nem kellett borotválkoznom ma se. Tehát itt teljesen komfortosan érzem magamat, és még azért csinálom egyébként 10 óra, 23 perc közt a dolgot, mert szerintem ma is lesz, vagy 26 fok, és már most sem olyan kellemes a csupa ablak szobámban ücsörögni, és kell is hozzá hideg fröccs, amit még tegnap este sikerült beszereltem a hozzávalókat, egy 11 órás shift után, de erről majd egy kicsit később. Beszélgessük a fröccsről. Igen, ez a múlt hetem, körülbelül a múlt hét az a fröccsökről szólt. Bocsánat, csináltam magamnak egyet most arra is, csak messze van. Na, elértem. A mai választásom az egy ausztrál borocska. Ha minden igaz, ez valahol dél. Yes, igen, dél, Southeastern Australia, tehát ez dél-kelet ausztrál Sauvignon Blanc. És a múlt héten elkezdtem tesztelgetni, hogy miből lehetne itt jó fröccsöt csinálni. Most azt tudni kell, hogy itt azért a legkisebb boltokban is, nem biztos, hogy mindegyikben, de itt nálunk például az első sztorban irgalmatlan bolválaszték van, rengetegféle nagyon klassz bolt lehet kapni. Nagyjából a 6,5 fonttól megy el 9-11-ig, tehát nem olyan. Tehát szemben a legdrágább bor az ilyen 11 font, tehát még azért a simán kifizethető kategória. Jó, tehát persze így átszámolva a legolcsóbb is közel 2500-3000 forint, de ettől függetlenül baromi nagy választék van. És én el is kezdtem a múlt héten ezekkel kísérletezni, hogy melyikből lenne a legjobb fröccsöt csinálni. És a Sauvignon Blancokat kezdtem el tesztelgetni, és kezdtem egyébként ugyanezzel a Bin 161-es Sauvignon Blancnal, ami egy, ugye ez az ausztrál bor, és aztán másnap mondom, próbáljunk ki valami mást, és akkor jött egy ilyen challenge, hogy megpróbálom így körbeinni a földet, és másnap sikerült találnom ugyanebbe a boltban egy kaliforniai Sauvignon, és az is kifejezetten jó volt. A harmadik napra, vagy hát ezek még nem egymás utáni azonnali napok, tehát azért nem arról van szó, hogy naponta megiszok egy liter vagy egy üveg bort, bár mondjuk van olyan nap. Ma valószínűleg meg lesz, mert szombat van. Na, tehát a harmadik választásom az viszont az európai volt, az egy spanyol bor volt, és a negyedik az pedig ugye Dél-Amerika, az pedig Chile. Na most azt lehet elmondani, hogy most miért választottam ismét az ausztrált, hát az ausztrál nyert. Határozottan utána jött a spanyol, és a kaliforniai nagyjából holt versenybe, és ilyen mérföldekkel lemaradva mögöttük a chilei nyomorúság, szörnyű volt. Tehát nem azt mondom, hogy 7 fontért azért a kocintósban jobbat lehet kapni, de nem. Tehát a Chile maradjon a piszkónál, meg csipegessék tovább a Guinea Pig-et, vagy mi az, mondjátok már meg, mi a Guinea Pig-nek a tengeri malacot, és csipegessenek hozzá tengeri malacot, de ezt a bor dolgot, ezt annyira nem kéne erőltetni, tehát mit tudom, 5000 méter magasan a sziklákon, mínusz 7 fokban, hát nem tudom, mire lehet számítani. Na, de a lényeg, hogy a chilei az nem volt túl jó, az ausztrál, most ma is ausztrál nap van, és ez egy jó buli volt, mert gyakorlatilag sikerült körbeinnom a földet. Ázsiai bort azt úgy igazából nem találtam, tehát ezt a kelet-szibíriai, nem tudom, fagyasztott szőlőből készült darabokhoz nem jutottam el, aztán igazából nem is találtam ilyet. Ha valaki tud igazi, rendes ázsiai bortermő vidéket, ahol lehet száraz fehéret kapni, az majd jelezze már nekem, és akkor próbálok olyat is szerezni. De a lényeg, hogy itt például ilyen szinten egy pici boltban 25 méterre a háztól gyakorlatilag körbe lehetett inni a földet, nem félelmetes áron, tehát
így ránézésre körülbelül fehérborból van 100, vörösből ilyen 100-120 féle. Van néhány rozé is, akik, azoknak, akik nem tudnak dönteni. Tehát végül is mindenféle frissnek valót be lehet szerezni, ami már kicsit bonyolultabb hozzá szóda-szerű dolgot találni, de azért megoldható. Az is igaz, hogy mondjuk a másfél liter buborékos víz az ilyen 1 font, tehát meg 1,50, tehát nem egy olcsó darab, bár mondjuk az is igaz, hogy Tenerife-n sikerült a legcsúnyábban rámászni erre, mert egyszer bementünk, ja igen, egyszer vásároltunk, hogy veszünk, csinálunk magunknak gin tonikot, és vettünk, nem tudom, egy liter gint, aztán valami 7 euróért, tehát ilyen semmi pénzért, de vettünk hozzá két üveg gin tonikot, de a tonik drágább volt gyakorlatilag, mert valami, azért is kb. 7 pontot fizettünk, a két, vagy 7 eurót fizettünk a kettő üveg Schweppes tonikért, tehát nem annyira éri meg mondjuk Tenerife-be egy ilyen vámszoba területen hígítgatni a piát. Ugye aztán mindegy, ez egy érdekes tapasztalat volt ettől függetlenül. Jó, tehát így a hétre én még tervezem, tehát ugye a hétvégére tervezem ezt a Valencia videót megcsinálni. Nem nagyon tudom megígérni, mert igazából az a lényeg, hogy én a saját zenéket szeretnék mindenhova alárakni. Tehát az ott tapasztaltak a képek, a látottak, meg az érzések alapján komponálni valamit alá. Nem szeretnék ilyen stock zenével játszani, nem is érdekel. Tehát nem vagyok videós, meg nem vagyok, egyébként podcaster se vagyok. Tehát én teljesen, hogy mondjam, ez csak egy ilyen játék nekem, és ezt én próbálom élvezni, és ez addig jó, amíg én élvezem, amíg nincsen benne nyomás, amíg nincsen benne semmiféle, nem tudom, kötelező rész, tehát megpróbáljuk azért összehozni, mert egyébként ez a Valencia dolog, ez egy nagyon nagy buli volt, és irgalmatlanul szép a hely, és fantasztikusan vágyom vissza, csak hát most éppen gyakorlatilag a városból nem lehet kijutni. De hát ez van. Most persze, ugye most mi megy, most ugye még a sétálgatás megy. Sétálgatás melóba, meg sétálgatás vissza, még mindig várom a korimat, amit megrendeltem a múltkor Spanyolországból. Tök kérdő, miért Spanyolországból rendelek kocsiját? Hát ennek két oka volt. Egyrészt az én lábméretemben viszonylag bonyolult szerezni dolgokat. Ilyen 40-40 és fél körüli lábam van, tehát ez ennek egyetlen egy helyen van valami előnye, és ezt is egyébként én 40x évesen sikerült rájönnöm, hogy például, hogyha Timberland bakancsot veszel, akkor a 40 és feles az még junior méret, és ez nagyjából 50 fonttal olcsóbb ugyanaz a sárga bakancs, mint a felnőtt. Tehát ha már 41-es a lábad, akkor 170 fontba kerül, és 120, hogyha még junior vagy, tehát 40 és feles az még az egy 50-essel olcsóbb. És így most gyakorlatilag az a helyzet, hogy egy spanyolországi webshopba sikerült találnom, és hát persze el fogják ide szépen küldni, ez az egyik, hogy ott találtam ezt a miatt, a másik pedig, hát most hogy mondjam, az angol cég, akinél találtam, ők a világ legrosszabb szállító cégével dolgoznak, tehát meg nem tudom érteni, hogy valaki miért szerződik le a Hermes Salon, kinek 1,5 csillag az értékelése, ami gyakorlatilag csak annyit jelent, hogy működik. És nem hagytak el még minden csomagot. Tehát ez gyakorlatilag 1,5 az valami szörnyűen semmi. Na mindegy, tehát ők velük szállítottak volna, és ezt én egyrészt nem akartam bevallani. Másrészt pedig van nekem egy nagy, van egy ilyen erőteljes kötődésem a spanyolok felé. Nagyon durván odavert nekik a járvány, sokkal durvábban, az ottani cégeknek sokkal durvábban egyébként, mint itt az angoloknak, mert itt azért az állam elég erősen alányult az embereknek és a cégeknek is. Most már kezdünk kifelé mászni ebből a lockdown dologból, ugye én is már 2 hete dolgozok. A főnököm igen nagy lelkűen úgy csinált, mintha egész hónapban dolgoztam volna, pedig igazából 7 napot dolgoztam ebbe a hónapba, és ugyanazt a fizetést kaptam, mint hogyha egész hónapban dolgoztam volna. Nagyon, nagyon szép tőle. Itt is
Természetesen ő se érti, hiszen nem tud egy szót sem magyarul. De minden esetre ez a hónap, ez most már klassz lesz, tehát most már visszatértünk az eredeti kerékvágásba. Irgalmatlan sok meló van, ugye engem nem, tehát nem, ez nem úgy működött, mint hogy most nem nyitom ki a kocsmámat, és akkor most nem jön senki, és hogyha kinyitom a kocsmámat két hónap múlva, akkor az összes ember egyszerre ott lesz, aki két hónap alatt ment volna be. Ez egy kocsma és egyéb vonalakon nem annyira működik, hát nálam minden megvár, tehát ugye én most ott tartok, hogy ilyen őrült rohanás van, és közben még lettek új házak is, és kettő új ház is van, amivel foglalkoznom kell, hát mind a kettő ilyen ócskadék állapotban van. Majd jó, hát mert szépen föl lesznek újítva, meg minden, meg a kerteket rendbe rakom, ilyesmi, de hát egy... Hát meg ugye a régi lakók, tehát akik még nem a mi lakóink voltak, és hát az elmúlt kettő napom az azzal ment el jó részt, hogy egy román nő kiköltözése után ott hagyott szemetet pucoltam ki egy két hálószobás kis lakásból, ami természetesen a második emeleten van. Ami azért jó, mert tök jó, kiköltöztél, ott hagytál minden szart szemetet, meg tányért, meg poharat, meg minden szart, amire már nem volt szükséged, meg szekrényt, meg egyebeket, meg szófát, és elmenti a faszba. De ezt valakinek is kell onnan pucolni, ugye? Hogy jöjjön az új lakó meg. Hát nem is ártana fölülteni azt a lakást, mert szétégett a szőnyeget, meg tehát csináltott klassz dolgokat. Na, hát ettől függetlenül megpróbáltuk a lehetetlent, hogyha megpróbáltam a lehetetlent, és így neki láttam. Az első nap 20 zsák szemetet hordtam le a lakásból, és a tegnapi napon pedig egy szofát kellett annyira darabra szednem, hogy le tudjam vinni, meg egy ikás szekrény, de az ikás szekrény az nem egy történet, a szofát majd két órán keresztül bontottam. Ez egy jól megépített, ilyen jó angol szofa, alapban 200 kiló. Hát azt, hogy akkora darabokra szétszedjem, hogy le tudjam vinni egyedül, az egy klassz meló volt, és akkor utána jött még csak az, hogy ki kéne valahogy takarítani azt a szőnyeget, amit soha senki nem takarított. Ami egyébként azért érdekes, hogy a ház, a lakás ez valami irgalmatlan, gusztustalan állapotban volt, de amikor pakoltam ki egy, nem is tudom, egy kisebb takarító cégre való törlőrongyot, meg mindenféle tisztítószereket találtam a lakásba. Tehát ez így mindenképp érdekes, hogy valaki összegyűjti ezeket a dolgokat, de nem használja. De mindegy, hát elég sok munkával sikeresen azért gatyába sikerült ráznom annyira a lakást, amennyire kellett. Az a érdekesség benne, hogy hát én azt hittem, hogy ezt a büdösetbe senki nem fog így hogy kivenni, tehát én még legalább egy-két hét, mire ez újra a piacra kerül. És hát én 12:30-ra oda is kell térnem ma, vagy tegnap az a helyre, mert megjött egy érdeklődő. Hát mondom, te jó ég, na mindegy, hát valamennyire már ki volt az előző napról takarítva. Bejött a két csóka, körbenéztek, blablabla. Pop, 5 perc múlva írt a főnököm, hogy kivették. Hát mondom, az jó. Tehát azért én, hát mondom, szerintem az én bármikor is ufnim jobb állapotban volt, mint az a lakás akkor. De azért az látszott a csókákon, hogy inkább, hogy ők is ilyen festős, felújítós emberkék, tehát hogyha nagyon nem tetszik nekik a luk a falon, akkor olyan 6 perc alatt megoldják, aztán tolnak rá réteg festéket, azt el van intézve. Tehát simán lehet, hogy jól is lehet járni ezzel a dologgal. Mondjuk ki fog derülni, de mindesetre ez is szívás volt, mert ugye nekem akkor egy nap alatt el kellett intéznem az összes cuccot, meg lehordani, meg minden a másodikról, tehát ilyen 50-szer oda-vissza megálltam a második emelete. Plusz a kipucolás a szőnyegeknek, tehát egy elég kemény meló volt, de hát a lényeg, hogy kiment a pecó. Most ezzel igazából semmiféle designer melóm nem volt. Van ilyen, amikor csak úgy gatyába kell rázni házakat, őket azt legalább annyira szeretem, mert tényleg lehet benne dolgozni, és így látom, hogy épül a dolog, ahogy szépül, ahogy Még azt a részét is szeretem néha, amikor ilyen szőnyeg pucoló, gépe szőnyeget pucolok. Ők ez azért került hozzám egyébként, mert csak az én kocsimba fér be a gép, és másrészt egy másik emeletre a takarító néni, hogyha két lovat kötökeli, akkor se cipeli föl a 30 kilós masinát. Tehát ez így rám marad, de hát
egyáltalán nem probléma, tehát én nagyon szívesen csinálom, mert igazából mindig egy kicsit több dolgom van így most már a cégem belül, és egy kicsit, mit tudom én, olyan izgalmasabb, egyre izgalmasabb, egyre többféle dolgot lehet csinálni, jönnek új helyek, tehát ugye alapvetően tetszik ez a változatosság. Most volt mára nekem, vagy hát kitaláltam mára két ilyen nagyon-nagyon mély témát, de én azt hiszem, hogy én most is szombat reggel nem fogok nektek mély témákkal foglalkozni. Van egy olyan érzésem, hogyha holnap olyan kedvem lesz, akkor holnap ezt a két témát fel fogom dolgozni. Az egyik az ilyen, hát egy ilyen párkapcsolati dolog, a másik pedig egy olyan terület, ami számomra érthetetlen, hogy néhány emberrel miért történik. Gyakorlatilag folyton valami szar a másikkal, meg soha semmi, pedig az egyik az egy jó ember, meg kedves, meg segít, a másik meg igazából egy retkes tahó, és mégis szépen éldegér, és nem tudom, tehát erre akartam a filozofálni egy picit, a másik fele pedig a bántalmazó kapcsolatokról, ami mind a kettő túl mély és túl hosszú történet, tehát én szerintem ezt legkorábban vasárnap fogom megcsinálni, és a mai napra pedig be is rekeztem, most ez egy ilyen kis rövid lesz, most csak ilyen 20 perc, ami egyébként pont elég is, mert már pont eleget dumáltam. És akkor most szóljatok, hogyha akartok még zenéset csináljak, hogy akarjátok, hogy látszódjak a videókon, hát most ez így hülyén hangzik, akkor szóljatok. Nem mondom azt, hogy nem fog megtörténni, tehát ha elegen akartok ilyen marhaságot, ilyen pofámot is nézni akarjátok, miközben dumálok, ez a ti bajotok, és akkor jó esélye meg is fogom csinálni, de kicsit komfortosabban érzem magamat csak a mikrofon mögött, ez az egyik, de viszont kilépni a komfortzónából az sose hátrány, az mindig, az mindig jó dolog, az mindig előre visz. No, tehát ez a mai szombati hetedik része a Stixologic podcastnak, és aztán találkozunk, lehet, hogy holnap. Sziasztok, vigyázzatok magatokra!